Már a rajtnál nagy verseny alakult ki a középiskolások között a Zay Anna Technikum és Kollégium bejáratánál. A Nyíregyházi Szakképzési Centrum iskoláiban tanuló diákok váltófutásban 19 kört tettek meg az iskola körül. Azért 19-et, mert ennyi éve csatlakozott Magyarország az Európai Unióhoz. A Zay tavaly pályázott sikeresen az Európai Parlament nagykövet iskolája címre. Ezt az eseményt is ehhez kapcsolódóan szervezte meg az intézmény. Az Európai Parlament nagykövet iskolájába eddig 54 országosan kinevezett iskola nyert felvételt, amelyben a 2022-23-as tanévben iskolánk is sikeresen pályázott. Ez a pályázat azt foglalja magába, hogy olyan rendezvényeket szervez, amelyet nem csak az iskola falain belül, hanem az iskola falai túl is kiviszi, és próbálja az európai demokráciát hirdetni, és az európai demokráciára nevelni a tanulókat. Az Európai Uniós futáshoz a szervező intézmény mellett hat másik nyíregyházi középiskola, a Bánki, a Bencs, az Incédi, a Sipkai, a Széchenyi és a Veselényi csatlakozott. Akkor vállaltuk azt, hogy egyrészt a mi diákjaink felé, a zaisok felé, ugyanakkor nem csak a zaisok felé, hanem mondjuk a város más iskoláinak a diákjai felé is kicsit szolgálunk, fogalmazzak úgy, és ezt az EU-s futást, ezt kifejezetten azért szerveztük meg így, hogy minél több iskola vegyen ebben részt, minél több tanuló jöjjön el, és hogy egy kicsit megismerkedjen az Európai Uniónak a szellemiségével. A Bánki Donát Műszaki Technikum és Kollégium nem csak a futás üzenete miatt mondott igent a felkérésre, kiváló sportolási lehetőséget is láttak az eseményben. 12-en jöttünk, volt tartalékemberünk is, szerencsére nem került sor ennek a bevetésére. Azért jöttünk, mert itt a futószámokban az elmúlt hetekben nagyon jól teljesítettek a fiúk a diák olimpián, illetve én, mint régi tanár a korábbi években, amikor elkezdtem a tanítást, akkor a városban voltak ennek előzményeit, ennek a stafétafutásnak, tehát április 4-én, november 7-én volt egy ilyen városi futóverseny. Szóval azt gondolom, hogy itt minden iskolának, középiskolának, sőt általános iskolának is lehetne egy ilyen verseny. Sajnos ezek a versenyek már nincsenek. Hát azért nagyon jó, hogy a Zay gondolt erre, hogy legyen egy ilyen verseny. Bár az Európai Uniós futáson nem elsősorban a versenyzésen volt a fő hangsúly, a győztes iskolát selleggel jutalmazta a szervező Zay Anna Technikum és Kollégium.